A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Talán soha nem volt nagyobb szükség, mint az elmúlt esztendőkben ahhoz, hogy egy kicsit megismerjük azokat az orvosokat, akik nagyon sokat segítettek nekünk a COVID-járvány idején is. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy meginvitáljuk dr. Müller Zsófiát, a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház infektológiai osztályának osztályvezető főorvosát, hiszen ha valaki, akkor erről hiteles tájékoztatást tud adni nekünk. És tisztelettel köszöntöm, örülök, hogy itt van velünk. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is. Nos, hát természetesen eljutunk a Covidig, meg mindaddig, ami a nagyon-nagyon fontos, de én azt hiszem, hogy olyan veretes életútja van, ami nagyon-nagyon fontos, és a legfontosabb a pályaválasztás, azt hiszem. Tehát egy fiatal ifjú hölgy, amikor pályát választ, akkor nyilván vannak példaképei, és van egyfajta indítatása. Önnek ilyen értelemben nem volt nehéz dolga, hiszen édesanyja egy fantasztikus, szintén infektológus főorvosként ismerhetjük meg. És természetesen róla is beszélünk. De mennyit nyomott a latban ez a családindítatás? Hát először én állatorvos akartam lenni. Édesanyámmal történt beszélgetések során kristályosodott ki bennem, hogy mégis az emberorvoslás fele szeretném a gimnázium éveket követően a tanulmányaimat folytatni. Ezt kiegészítve egy szakfordítói diplomát is szereztem ezekben az években Szegeden, mert én született szegedi vyagyok. Tehát egy szegedi gyárgy elindult azon az úton, amit kijelölt a sors, illetve a tehetsége okán nyilvánvaló, hogy elkötelezett volt a gyógyítás iránt. Mennyit nyomott a latban, hogy az édesanyja is ismert orvos volt? Édesanyámat a kezdeti fiatalkori, serdülőkori konfliktusaink után példaképemnek tekintem. Hát az infektológiához nem közvetlen út vezetett, tehát én is talán későn érő típusként először a laboratóriumban kezdtem dolgozni, és ezt követően kerültem a betegágy mellé. Az egyetemi évek alatt ugye a fertőző betegségek ismerete és kezelése a tudományág, az infektológia, tehát ez egy fontos adalék ahhoz, amiről eddig beszéltünk, de voltak-e olyan professzorai, akik meghatározták az egyetemi éveit? Szegeden a PhD munkámat a szülészet-nőgyógyászati klinikán Kovács László professzor úr irányítása alatt kezdtem meg, elsősorban azokat a fertőzéseket kutattuk a PhD munka során, amely a perinatális fertőzések, tehát a szülés körüli fertőzések irányába is, itt is elsősorban a vírusokat és ezeknek a molekuláris diagnosztikai módszereit, ami egy ugye magasan szofisztikált módszer, amelyet most már kiterjedten, akár automatizáltan használnak világszerte. És a mikrobiológia, a klinikai mikrobiológia területén pedig Nagy Erzsébet professzorasszony volt Szegeden, és a kiegészítő munkákat pedig Grazban végeztem a molekulár diagnosztikai laboratóriumban Kessler professzor úr irányítása alatt. Tehát klinikai laboratóriumi szakorvos is, meg orvos mikrobiológiai szakorvos, infektológus, belgyógyász, és természetesen a PhD-t se felejtsük el. Igen. Ez nagyon-nagyon fontos adalék, én azt gondolom. A teljesség igényével fogott neki az orvosi hivatás minél szélesebb körű elsajátításához? Mindenképpen egy nőnek figyelembe kell venni a családi szerepvállalását, és három gyermekem van, akik közül kettő még az orvosegyetem alatt született, tehát mindenképpen szerettem volna itt is
teljes értékűen szerepelni, úgyhogy ebben azért egy kicsit könnyebb a labordiagnosztika területén, mint közvetlenül a beteg ágy mellett. Ugye fontos pillanat nyilván egy orvos életében, amikor először szakirányt választ, aztán elkezd dolgozni, bedolgozza magát, ha úgy tetszik, majd vált. Igen. Tehát Szegedről eljönni Székesfehérvárra az nagy váltás mindenképpen. Nyilván ennek oka volt. Igen. Összetett, tehát sok oka volt, hogy átköltöztünk Székesfehérvárra, részben családi okai voltak ennek. Ekkor már édesanyám az infektológia osztálynak a vezetője volt itt a kórházban. Én még akkor a laboratóriumban mentem dolgozni, a mikrobiológia laboratóriumban, Szikra Lenke főorvosnő irányítása alatt, ahol szintén nagyon sokat tanulhattam. A minta másik végéről, tehát nem a beteget leveszik a mintát, ugye infektológián, a mikrobiológia laborba földolgozzák, de ez a két szakma egymástól elválaszthatatlan. Így van. És hát nyilvánvaló először ugye édesanyja volt Ozsvár Zsófi, azért most már mondjuk ki a nevét, bár sajnos nincs köztünk, de az infektológia osztályvezetője volt, és ön a beosztott, aztán ez cserélődött, méghozzá több mint 10 esztendeje. Ez egy rendkívüli kihívás, azt hiszem, egy fiatal szakorvos életében. Igen, lehet, hogy Amerikában ezt nem is lehetett volna igazából, de nagyon hálásak voltunk mind a ketten a sorsnak és a kollégáknak is, hogy ezt lehetővé tették, hogy először ő volt az én főnököm, utána pedig én az ő főnöke. Ez mind a kettőnk és a kollégák részéről is nagy alkalmazkodást kívánt, és nagyon-nagyon jó volt, tényleg nagyon jó érzéssel gondolok vissza ezekre az évekre. A fertőző betegségnek vannak különböző szakterületei. Nyilván egy szakorvosnak ismernie kell valamennyit, ugyanakkor melyek azok, amelyekben mélyebben beásta magát, hiszen az antibiotikum terápia, hepatológia, perinatális fertőzések, védőoltások, ez mind-mind szélesíti azt a kört, amit tudnia kell. Az volt a törekvésünk, hogy az infektológia teljes spektrumát igyekezzük felülelni a munkánk során, és nagyon fontosnak tartjuk a jövendő nemzedéknek a szakképzését, hogy mindent meg tudjunk mutatni, meg tudjanak tanulni. Itt Fehérváron egyedül a HIV-fertőzés kezelése nincs benne a repertoárunkban, ennek Budapesten van a centruma. Tehát íve volt a pályájának mindenképpen, osztályvezető főorvos lett, és az édesanyja pedig a helyettese. Tehát ez érdekes szituáció, annyi szent. Hogy lehet ezt feldolgozni? Hát először egy nagy kihívásként tekintettünk erre, semmiképpen ne érjen senki kollégát hátrányosan ez a jellegű szoros kapcsolat közöttünk, de én úgy érzem, hogy felnőttünk a feladathoz, és meg tudtuk oldani közösen. Hangsúlyoznom kell, hogy ezek, én azt hiszem, hogy a mai modern orvosnásban ez egy csapatmunka mindenképpen, és itt kiemelném a nővéreket is, akik azért a mai világban nagyon nehéz helyzetben dolgoznak, tehát ő nélkülük nem lenne ez az orvosi munka kivitelezhető, de ugyanígy a kisegítő személyzet az egész kórházban, tehát ez egy nagyon fontos hálózat tulajdonképpen, amiben nem véletlenül lehetünk büszkék az egyetemi és oktatókórház titulusra, jelző szerkezettel együtt, hiszen ne feledjük, hogy Kuhár főorvos úr megérkezték, tehát a 70-es évre kell visszamennünk, ahogy tetszik, és amikor ő hozta Góg, Solt, Tán, Móricz, Simon Kornél csapatát magával, az ő hívására érkeztek meg Pécsről, akkor bizony olyan volt a kórház is egy kicsit, mint a belváros tetszik, nem tetszik, romos és a többi, tehát különböző gondokkal küszködött, és most fantasztikus ívet hozott az önök szakmai munkája. És hát korán sem véletlen pontosan ezért, hogy a Szemmelweis nap alkalmából Székesfehérvár egészségügyi díjat vehetett át, ami egy fontos pillanat, én azt hiszem, egy orvos életében, mert a gyógyítás
az bármennyire is bensőséges történet, de azért, ha elismerik, és jogosan, akkor főleg egy olyan időszakban, hiszen itt a Covid időszakról kell, hogy beszéljünk, akkor még inkább. Miként fogadta? Mikor egy ilyen világjárvány, ami tulajdonképpen a mi szakmánknak a területe, korábban azért az infektológia ez egy nem egy fő terület volt, ez mindig azért valahol a többi vezető szakmák mögött volt sorolódva, és hirtelen reflektorfénybe került. Voltak nehézségek, de voltak nagyon pozitív tapasztalatok azt, ahogy kezdetben kevés, majd egyre több ember mögé állt a feladatnak. Ezt nagyon jó volt ebben részt venni és megélni. Azt nagyon nehéz, és máig nagyon sok kollega nem is tudta feldolgozni a halál közelségét, és ennek a, hogy milyen keveset tudunk tenni, hogy olyan kicsinek érzi az ember egy ilyen világjárványban, amennyit tenni tud, de az összefogás az egy nagyon fontos. Mindenképpen én azt gondolom, volt, hogy ez egy fontos időszak volt valamennyi a civilek életében, de ilyenkor aztán megerősítetett, hogy az orvostársadalom Székesfehérváron is a helyzet magaslatán áll, hiszen semmi nem önökön múlott, hanem a mi elkötelezettségünkön, hogy figyeltünk magunkra. Mit jelentett ez a járvány egyébként? Hiszen azt önök sem tapasztalták meg. Nyilván a tanulmányaik során azért foglalkoztak különböző járványokkal, de ez új volt. És nyilvánvaló újként élte meg az orvos, az asszisztensei, hát még az emberek. Igen. Hát járványok azért ma is napig is vannak a világban, de ez azért más volt azokhoz képest. Talán az országok vezetésének a hozzáállásán is lehetett érezni, hiszen Afrikában a malária például, tehát hogy ezek az infektológiai kórképek, ezek nagyon fontosak. Itt azért egy elég védett helyzetben vagyunk, én úgy gondolom a Kárpát-medencébe, de ennek a járványnak a szele eléggé megérintett bennünket is, és a fontos továbbra is, ugye régen, amikor felfedezték a penicillint, azt mondták, hogy na hát be lehet csukni a fertőző betegségek tankönyvét, most már más orvosi területekre lehet koncentrálni, és ez a járvány rávilágított, hogy hát még ezekre ugyanúgy szükség van, ezekre a szakterületekre. Annál is inkább, hiszen a teljes spektrumát átlátta, és szakmai felügyelője volt a járványhelyzetnek. Ez egy rendkívüli felelősség. Ugyanakkor hadd kérdezzem meg, ugye tudjuk, hogy rendszeresen jelennek meg publikációi hazai és nemzeti szaksajtóban, illetve számos orvos szakmai társaság tagja, hogy ez mennyit segített, hogy hozzáfér azokhoz az adatokhoz, illetve azokhoz az elvekhez, amelynek mentén másutt foglalkoznak a járvánnyal, vagy foglalkoztak? Hát az elektronika rendkívüli mértékű fejlődése az adatokhoz való hozzáférést ahhoz képest, amikor én elkezdtem dolgozni, nagyon nagyot fejlődött, tehát tényleg a szakképzésnek a lehetősége az adott. A publikációk pedig hát valamilyen szinten ugye hozzátartoznak a munkánkhoz, tehát hogy ez nyilván a PhD dolgozat megvédéséig kötelező is volt, tehát ott előirányzott volt, hogy mennyi nemzetközi, mennyi hazai publikációt kellett teljesíteni ahhoz, hogy ezt az ember elérje, ezt a fokozatot. Azért a klinikákon ebből a szempontból egy kicsit más, mint egy megyei kórházban. De az az igazság, hogy én ezt élvezem, hogy a betegekkel foglalkozhatok, ez lassan érik meg, én lassan értem meg rá, hogy ezt a kihívásnak eleget tudjak tenni. A PhD fokozat egyébként megerősítést hozott önnek? Valamilyen szinten?
Hát igen, azt szakmai bermegekben úgy szokták mondani, hogy már nem kell bizonyítani, az ember okos, hogyha valami már egy PhD fokozata. De ez a viccet félretéve egy rendszeres, tehát a gondolkodásnak a, ugye a rövidítés az a doktor of philosophy, tehát egy gondolkodás mentén, tehát hogy egy gondolat fonalra való felfűzése az eredményeknek, ez tulajdonképpen a lényege az egész képzésnek. Hát egy magasan képzettséget jelent tulajdonképpen. Ugye nagyon sok mindenkivel beszéltem a koronavírus járvány kapcsán, hogy milyen felelősséget ró ez az orvostársadalomra, és ön, aki ott volt, és olvasom itt az infekciókontrollban, az óvóvédő rendszabályok kialakításában és betartásában, a járvány megakadályozásában, plusz a betegek ellátásra is önökre hárult, azt hiszem, hogy ez ebben a pillanatban, vagy azokban a pillanatokban azért sokkal inkább a betegekkel kellett foglalkozni, mint azzal, hogy a külső szemlélem mit gondol. Ez így van. Lehet, hogy sok konfliktus is adódott ez ebből a szemléletből, de én úgy gondolom, hogy végül is tényleg ez a feladatunk, a betegellátás biztosítása, ami nem kis kihívás napjainkban sem. És hát akkor nyilván ebben az értelemben keretbe zárhatjuk, mert aki a gimnázium tanulmányai során eldöntötte, hogy orvos lesz, és követi édesanyja hivatását, hiszen a családjából több generációból is voltak orvosok, az akkor megerősítést kap, hogy egyrészt nem csak rábólintanak a szakmai tevékenységére, hanem elismeréssel áldoznak érte. Hát, hogyha sikerült a sikereket elérni, az nem csak magamnak, hanem a környezetemnek is köszönhető, kezdve a szegedi tanulmányaimat, a családomat, nővérem is Szegeden házi orvos, öcsém pedig mérnök, de ez az orvosmérnöki másoddiplomája megvan. Én úgy gondolom, hogy igen, ezt az elhivatottságot mindannyiunkba sikerült átültetni. Fontos az, hogy milyen környezetbe kerül, amikor mennyit változott egyébként a Szent György Kórház, amióta megérkezett? Hát fejlesztések történtek több területen, kezdve az infrastruktúrával, ami hát nagyon remélem, hogy ebbe az évbe a mi 100 éves épületünkből is át tudunk költözni egy új modern épületbe az onkológiával és a pulmonológiával együtt. Nagyon várjuk már ezt a modernebb környezetet, de az infrastruktúra mellett sok egyéb fejlesztés is, ami a különböző számítástechnikai eszközök fejlesztése egészen más lehetőségeket ad már. De vannak a klasszikus eszközök is, a fonendoszkópot még mindig nem lehet elfelejteni, a beteg fizikális vizsgálatát még mindig, az alapos feltáró beszélgetés nem lehet elfelejteni, és csak ezek után következhetnek a high-tech eljárások. Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy mennyit változott az orvoslás, amióta elkezdte a hivatását gyakorolni? Hiszen nyilvánvaló, hogy itt most nem elsősorban csak az infektológust kérdezem, hanem az orvost. Tehát látszik-e, hogy most már itt vagyunk a 21. században bőségesen? Hát hogyne, természetesen. Bár én úgy gondolom, hogy az orvos-beteg kapcsolat, mint emberi kapcsolat, az ugyanúgy, mint az emberi természet nem változik, de azok a technikai lehetőségek, amikhez hozzáférhetünk, akár a nemzetközi adatok, akár a különböző eljárások, hiszen én nem vagyok sebész, csak ámulattal nézem, hogy a különböző robottechnikai eszközöket már, ha nem is Fehérváron, de Budapesten már rutinban alkalmazzák. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon imponáló előrelépések. Ez azért fontos egyébként, mert ugye itt mi hajlamosak vagyunk mindig mondani, hogy a királyok városa vagyunk, és a
Az egyetemek városa a sportvárosa, de én azt gondolom, hogy most már bátran kimondhatjuk, hogy az orvoslás városa is. Tehát nyilván változott az egyetemi oktatókórház címmel mindaz a hozzáállás is, meg hát a fejlesztések lehetőségei is. Hát ez egy nagyon nagy kórház, az egyetemi központokat kivéve Miskolc után a második legnagyobb kórház. Fejér megye ugye nagyon sűrűn lakott, úgyhogy ez egy nagyon fontos orvos gárda szerepe itt, én nincs, úgy gondolom, Fejér megyében. Nekünk is itt 2024-ben szeptember végén lesz a Klinikai Mikrobi és Infektológia Társaságnak az éves gyűlése, az itt lesz most Fehérváron. Úgyhogy szeretnénk, hogyha a kollégák is jól éreznék majd magukat itt az egész országban, nem csak az infektológusok, a mikrobiológusok, de a higiénés szakembereket is sok szeretettel várjuk, illetve az összes társszakmát. Milyen jövőképe van egy sikeres főorvosnak, aki, ugye itt a felső, most hadd ne soroljam fel még egyszer, aki a szakmai munkájában tulajdonképpen megbecsült és elismert? A jövő generációjának a képzését én nagyon fontosnak tartom, hogy legyen majd, aki minket is gyógyít majd, mikor reméljük elérjük azt a kort, amikor segítségre szorulunk. Ez szerintem borzasztóan fontos. Nem gondolom, hogy könnyű helyzetben vannak most a mai fiatalok, és mindenképpen szükségük van olyan szakemberekre, akik egy kicsit ebbe az útvesztőben segítik a önmaguk megtalálását. Ennyi, tehát most már bizonyos értelemben nagyon várjuk, hogy elkészüljön az új épület. Igaz, hogy az infektológia nem ott kap helyet, nyilvánvaló, de azért ez... Ott kapunk, ott, a földszinten ott leszünk, ott lesz, igen. Ott lesz, nagyszerű. Igen. Nagyszerű, és én azt hiszem, hogy ez bizonyos értelemben bizalmi kérdés. Ha már a bizalmi kérdésnél tartunk, most megint felröppentek a hírek, hogy egyre több elindult a Covid ismét. Ennek mennyi a valóságtartalma? Hát decemberben volt egy járványhullám, azt szerintem mindenki megérezte a környezetemben. Lényegében mindenki valamilyen szinten beteg volt, és a betegbeáramlás is nagy mértékű volt. Most én úgy gondolom, hogy ez az úgynevezett tridémia, tehát az influenza, a Covid és az RSV-nek a kombinációját fogjuk tapasztalni itt február-márciusban. Úgyhogy ez itt a reklám helye, még nem késő felvenni az influenza oltásokat, hogyha valaki most aktuálisan nem beteg, mert nagyon fontos, hogy minél több emberbe legyen oltva. Mire figyeljünk? A köznapi ember mire figyeljen? Milyen szempontból? Tehát ha ugye itt van ez a járványhelyzet, nevezhetjük így is. Mire kell figyelnünk? Hát minden évben ugye az influenza járvány megérkezik. Ez elmúlt időszak, ez elől kivétel volt, a Covid dominálta a képet, és nagyon kevés, viszonylag kevés volt az influenza. De mi szakemberek azt szoktuk tapasztalni, hogy február-márciusban erős influenza járvány van, ami a fogékony populáció esetén az, hogy otthon valaki köhög, nem is annyira, de a kórházi felvételt igénylő esetek, az intenzív osztályot igénylő esetek megelőzésére alkalmas a védőoltás, és egy kicsit úgy érzem, hogy a mai helyzetben, amikor nagyon megnőtt a bakteriális rezisztencia például, tehát az antibiotikumok hatékonysága csökken, nagyon fontos a védőoltásoknak a szerepét kihangsúlyozni, még ha ez vannak olyan emberek, akik ezt ellenzik, de szakmailag ezt nem tudom alátámasztani, tehát nagyon jó eszköz ez a betegségek elleni védekezésbe. Például daganatos megbetegedések megelőzése is lehetséges, akár a humán papilloma vírus, akár a hepatitis B vírus védőoltás segítségével. Nos, hát én bízom abban, hogy megfogadják az ön tanácsát, mert kiét, hanem az önét, természetesen mi úgy teszünk, bizonyos vagyok benne, és köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos,
hogy azokat a beszélgetéseket, amelyek ezügyben zajlanak és nyilvánosságra kerülnek, fogadják meg a jó tanácsot, hiszen ez sokkal több, mint jó tanács. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, és köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Müller Zsófia volt, a Fejér megyei Szent György Kórház, Egyetemi Oktatókórház infektológiai osztályának főorvosa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.